Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A 3 kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, és ezt megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt te állsz az ő gondolataiban, a középpontban. És az azt jelenti, ez a férfi nagyon sokat gondol rád. Te fontos vagy a számára. Azt is jelentheti itt a terveiben, hogy veled együtt tervez valamit. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Itt látható egy jó indulatú férfi, tehát jó szándékokkal közeledik hozzád, nagyon jók az érzelmei és a gondolatai, hiszen ő segít neked, te fontos vagy számára. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy hogyan közeledik hozzád. Itt látható egy ajándék. Az azt jelenti, ő találkozni akar veled, megajándékoz téged, vagy lesz egy meghívás. És most megtekintjük azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható ez a börtön, aminek szimbolikus jelentése van. Valami fogva tart téged, vagy fogva tart őt, ez lehet még egy másik párkapcsolat, gondok a munkát illetően, vagy még vannak félelmek, bizonytalanságok, ami szintén fogva tart benneteket, ezen át kell tenni magatokat. Bízz meg benne, hiszen gondol rád, tervez veled valamit, jó indulatú veled kapcsolatban, látni akar téged, meg akar ajándékozni téged, de mégis valami fogva tartja őt. Vagy úgy érzi, hogy te vagy visszahúzódó, és emiatt nem mer jelentkezni. Gondold át az eseményeket, gondold át a helyzetet, gondolkodj el azon, mi tart téged fogva, vagy ki tart téged fogva, vagy gondolj az ő helyzetére, hogy miért ilyen visszahúzódó, holott látható, hogy fontos vagy számára. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!